Batioá. Eperjesi jött előre, Batioá, amíg tartotta a labdát, Eperjesi visszapatta róla, illetve hozzá Frankról. Batioá elmegy azonban keresztbe. Kosztonyi. Jó Batioának. Batioá Izingel kimozdítja Izinget, Kostić. Batioának kell értelni. Pintér löpdösi egy picikét. Az MTK tör feléről a pozíciót. Kutács. Ez sem rossz. De mennyire, hogy nem. Batioá! Ott a negyedik. Ott volt a láb. Ayub lába. Rosszul találta el, Batioá, mögötte Csirszki indul. Jó lehetőség. Belelőtte azonban a blokkba Alves. Csirszki, Batioá. Batioá. Nézzük, Köves Gellert cserekért beállva megszerezte első gólját a magyar javonalban. Keresztbe lőtt labdát, Batioá visszafejeli. Barci próbált volna lőni. Batioá. Ez jó meglátás, Eperjesi. Megbonthatja ott most az egységet. Batioá, nincs lesen. Batioá zicserbe, Kamenár. Óriási védés, Barci nem tud ráfordulni. Batioá. Eperjesi próbálja még megelérni. Na, hol gurul ki? Végül az... Kosztonyi, Batioá irányába. Megcsúszik a füvön a labda, és Batioá már csak így éri el. Szöglet lesz belőle végül. Az első sarokrúgás a meccsen. Az indítás pillanata tökéletes ütemű volt a passz, de hogyha egy ilyen labda lecsúszik a játékos előtt, Adrián csípi el. Sok labda elakad benne. Márkvárt közvetlenül a védelemre viheti rá. Batioá próbálja befutni. Sikerül, sárgát kap érte. Már nem azért, mert utol érte, hanem ahogy a visszarátotta ellenfelét. De emelt labda középre. Batioá az, aki megszerzi. Szécse egy kicsit beljebb helyezkedett. Majd pedig szépen tette át a másik oldalra. Kutács. Ügyes cselekkel. Kutács tartja. Ő volt ott a fekete mezes, és elhozzák a labdát, szépen is hozzák ki, Batioá. Bacsa elengedi a labdát, Kutács is elengedi a labdát, Kosztić, és... Busai, ez jó labda, de már összezárnak ott ketten, Batioá hozza el lendületből, Batioá még mindig, lesen van viszont Kutács. Jó ütemben ment a passz. Itt, ha nem tol még egyet rajta, Batioá, akkor... Szép, Barci. Batioá most meg tud fordulni. Elég körülményesen csinál Batioá minden, mióta a pályára lépett. Nem nagyon volt eddig jó megoldása a cserejáték. A válogatott szövetség kapitánya lesz. Értelemszerűen a meccsről is fog beszélni. Meg például arról, hogy ő így néhány nappal az események után miként látja, miként értékeli a finnek elleni mérkőzést, tehát tartsanak velünk majd holnap délután is. Nagyon szépen Batioá becselezte magát a 16-oson belőle, és Romics hagyja. Tapadt a fél időben, és onnan egyenlített a magyar válogatott. 2-2 lett a végeredmény. Bocsa nagyon kihajtotta magát, ezt megjegyezte Tomislav Szivic. Drumics. Drumics. Batioá. Még egyet tol rajta. Batioá szép védés Gőcétől.
egyből is lőhette volna Batio, de egyet állított. Ott az átvétel, picit talán megpattan is Gőce. Batio, ha eléri a vonal előtt, elérte. Kifelé cselezget. Ájjáj. Hát ha keskeméti szurkoló lennék, akkor ez most nem tetszene nekem. Nem láttam, hogy szabálytalanság történt volna. Itt van Batio, elviszi. Hát, hosszan szöktette magát, és ír. Gosztonyi. Beindul Batio, szöglet. Mert azért nem mindig zárt jól, csak nem kapott gólt a DVTK. Forgolódik Batioá, addig-addig forgolódik, amíg tisztára játsza magát. Batioá nem tudja középre tenni, a centerezés már nem sikerül. Quintero fejes, Horváth. Így győzött, Mihelics szépen lépett vissza Volások. A Mariborban klubtársak voltak, tehát nagyon jól ismerik egymást Volás és Mihelics. Batioá jön vissza, szabadrugás. Üres ember, Batioá. Lassa a lövőhelyzet, Meltzer mellett lövi rá, Horváth ütötte ki szögletre. 21. perc. Melyik csapat tudja vajon fokozni a nyomást? Itt van még egyszer a lövés, belállni nem tudtak, tartott a sarok. Huszics. Jó a fejes, és épp hogy fölé megy. Batioá. Fantasztikusan kezd a Diós Győr. Nagyon szép mozdulattal vetődik visszafelé Augusto Batioá, és épp hogy fölé megy a labda. Nagyon észnél kell lennie a DVSC Tevának. Még a kapufának is nekiesett. Ezeket a labdákat. Batioá lefordul Hajdúról közben, és aztán fellöki. Nem sok esélye volt a fejesre. Futács lekészíti Kosztičnak. Kosztič nagyon nagyot kapott. Most viharos pillanatok játszódtak le hirtelennyiben a 16-os környékén. Batioá. Hoj, de szép csel! Batioá gyönyörűen indult meg, futács lesz! Batioá veszi át. Borzasztó szellős a Debrecen védekezés az egész mérkőzés folyamán. Folyamatosan bejönnek ezek a beindítások a Diós Győrnek. Után történteket is vizsgálja a Magyar Labdarúgó Szövetség. Batioá mellé! Szép beadás volt, most összejött Huszicstól a jó passz. Júli felébe is szépen is mozgott a labda irányába Batioá. Épp hogy mellé ment. Batioá a bedobás után. Eperjes jött a leshatár környékén, várta az átadást, egyelőre nem kapta. Vadász. Kosztič. Batioá indult be. Batioá. Batioá lassan lő. Harcoskodik, hogy miért nem játszik. Amikor beküldik, akkor megpróbálja hozzátenni a magáét. Eperjesi érkezik. Eperjesi! Kapufa! Batioá 3-0! Pillanatok alatt egy kiütéses győzelem lehet belőle. Hát ez azért nem volt... Bocsa, még belecsúsztad, de ez én gavályé. Batioá maradt hátul, hát aztán mondtam, hogy minden csak nem védő, most se túl jól találta el. És megint belekezd egy cselezgetésbe, nagyon veszélyes, amit csinál. Aztán megoldotta. Sőt, megy tovább, csak a labda jön rosszul.